Szia! Szia, Kovács István. Elkata. Találtál alkalmas helyet a beszélgetésre? Igen, találtam, gyere. Ott a gépjármű fecskendő. Gyere, fogja a helyet. Mesélj nekem arról, hogy hogy lettél te tűzoltó, hogy keveredtél ide. Gyerekkorodban is ezt szerettél volna lenni? Óvodáskoromban ismerkedtem meg a tűzoltósággal. Édesapám a Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a tagja, és minden évben vitt versenyre, megyei sportversenyre, és így ismerkedtem meg a tűzoltósággal. 2009-ben 20 évesen elhatároztam, hogy kipróbálom, én is jelentkeztem az egyesülethez, fel is vettek, és elküldtek 40 órás tűzoltó tanfolyamra Szekszárdra. Megcsináltam, és onnantól a 06-tam velük. Megtetszett, és elhatároztam, hogy egy hivatáshoz szeretnék lenni. Beadtam papírjaimat, megcsináltam a felvételimet, felvettek, és 2013-ban neveztek ki, és azóta itt vagyok. És jó döntés volt, vagy azért mégiscsak majdnem 10 éve itt vagy már? Jó döntés volt. Igen, szeretem csinálni. Hát ha nem szeretném, akkor nem lennék itt egyértelműen. De igen, szeretem. Mit szólt hozzá a család? Támogattok benne. Természetesen. Mindenben. Mi a szépsége a tűzoltóságnak? Meg tudod ezt fogalmazni? Szépsége? Hát elég közhely, de ugye az életmentés, a vagyonmentés, meg persze ott van ugye ez a vonulásnak az izgalma, nagyjából ennyi, legalábbis nekem. 13-ba kerültél ide, Paksra? 13-ban neveztek ki, suliba, és 14 februárjában kerültem ide. Mint vonulós tűzoltó? Mint vonulós tűzoltó, beosztott tűzoltó, igen. Viszont most már gépjárművezető vagy, vagy minek hívjátok ti ezt? Igen, gépjárművezetőnek. Ugye elküldtek alapfokú vezetéstechnikai tanfolyamra, az egyhetes volt, utána pedig elküldtek egy háromnapos középszintű vezetéstechnikai tanfolyamra, és utána vezethettem már feskendő. Ja, és persze még típusvizsgát kellett raknom mindenből. A gépjármű feskendővezetőnek nem csak az a dolga, hogy vezesse az autót. Mi a dolga még? Nem, csak ugye ő felírható, hogy vezetheti. De egyébként, hogyha úgy adja a szolgálat, akkor ugyanúgy hátul például, mint beosztottnak. És ha vezetőként mész ki egy tűzesethez? Hát ha vezetőként, ha sofőrként megyek ki gépjárművezetőként, akkor ugyebár a szivattyút kezelem, a táplálást, hogy legyen folyamatos vízellátás, és persze segítkedek ott, hogy ez kell, az kell, amaz kell, aki éppen mit kér. Hogy néz ki egy napotok itt a laktanyában? 3-4-7-kor felvesszük a szolgálatot, átadás, átvétel, átnézzük a szereket, tételesen megvan minden, tiszta, működik-e. Utána reggelizünk, és akkor utána, mint az iskolában, órák vannak. Ugyanúgy, mint 8 órától 3-4-9-ig, utána 15 perc szünet, és akkor órák vannak, utána van szerelés, például van sportfoglalkozás 3 órától, van körletrend, attól függ. És milyen óráitok vannak, hogy kell ezt elképzelni? Azért egy laikus ember, mint például én azt gondolom, hogy bejön az ember, és akkor ha van hívás, mennek, ha nincs hívás, akkor meg nem tudom. Hát van egy tematika. Kártyáznak. Igen, nem, van egy tematika, és akkor általában az első 2 óra az elmélet szokott lenni. Égés elmélet, vagy éppen jogszabályokat tanulunk, ismétlünk. Utána van egy szerelési foglalkozás, az is mindig változó, és akkor utána pedig ebéd. Tehát figyelnek arra, hogy azért napra készek legyetek. Ja, persze, persze, figyelnek rá, igen. Meg azért nekünk is jót tesz az ismétlés. És mi a helyzet a magánéletben? Magánélet. Most februárban született egy kislányom, Kovács Lili Bellának hívják. Magánélet, hát így nagyjából ennyi most hirtelen. Most mindent lefoglal, pici.
24 órában van a szolgálat. Ugye mesélj arról egy picit, hogy van ez az egyéb napotokat, napjaidat, hogy tölti ki nyilván most a kislány mellett. Hogy tud a párod párhuzamot vonni a munkád, a családi életed között? Teljesen jól, úgyhogy megérti, hogy 24 óra távol vagyok, utána pedig velük vagyok, hogyha nem megyek, tehát most másodállásba dolgozni. De van? Teljesen... Fontos, hogy a tűzoltóknak legyen, vagy általában jellemző, hogy másodállásuk van? Ja, jellemző, igen. Jellemző. Hát 24 órát itt vannak, és akkor 48-at ott, és akkor azt inkább kitölti, elfoglalja magát, egy kis pluszt keres. Neked is van? Ja, igen, van. Van persze. A kollégámmal szoktam eljárni villanyászat, villanyszerelés. 14 év vége óta vagy sofőr, és hát nem álltak távol, említetted, hogy gyermekkorodban is sok ilyen versenyen vettél részt édesapád által, vagy hát mentél ki megnézni ezeket a megyei versenyeket, viszont most már te is jársz, erről mesélj egy kicsit. Igen, hát azok a versenyek, azok általában sportversenyek voltak, ami most én voltam, az országos szakmai verseny. Ott nem a sport volt eredetében, inkább a szakmai tudás. Volt egy vezetéstechnikai pálya, azon kellett végigmenni, ez tökölön volt. Utána pedig vissza kellett menni Százhalombattára, és ott pedig volt a csoportos feladat. Utána a következő nap volt egyéni, a beosztottaknak, az irányítóknak és a gépjárművezetőknek egyéni teszt feladat volt. És akkor az ilyen elmélet. És akkor ezt összeadták, és így lettem második, mint gépjárművezető egyéni. Országosan? Országosan, igen. Miért tartottad ezt fontosnak, hogy te indulj ezen a versenyen? Saját magadnak kellett valamit bizonyítani, vagy pedig rábeszéltek, vagy hogy zajlott ez? Nem beszélt rá senki, én ezt szeretem, egy gyakorlásnak fogom fel. Meg a jó társaság miatt is. Úgyhogy ez teljesen önkéntes alapon ment számomra. Ez volt az első ilyen versenyed? Nem, voltam. Azt hiszem 2017-ben voltam országoson, csak akkor nem mint hivatásos, hanem Dunaföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel voltam, és ott a nem hivatásos kategóriában pedig harmadik helyezett lettem, mint gépjárművezető. Mi a cél? Cél jelenleg kislányomat becsülettel felnevelni. Mikor lesz a következő verseny, és mi a, ott mi a cél? Következő verseny nem tudom, hogy mikor lesz, mert régebben két évente szokták megrendezni. Most nem tudom, hogy jövőre megrendezik-e, vagy nem. De hogyha lesz, akkor elmegyek. Mindenféleképpen. És tehát a tűzoltóság hátsó udvarában is van egy gyakorlópálya. Ez mit szolgál ez? Ez most egy rögtönzőt felállított gyakorlópálya. Igazság szerint van benne kapubeállás, slalom, és a lényeg, hogy ledöntsünk bóját. Azért ez nem egy könnyű szakma, illetve hivatás, mert azért ezt lehet hivatásnak nevezni. Igen, hivatás. Mi az, ami egyik napról a másikra lendít át benneteket? Hát igazán a hivatásnak a szeretete. Mert hogyha nem szeretnénk, akkor nem csinálnánk egyértelműen. Hát legalábbis én így lendülök át. Szóval azért jövök be, mert szeretem csinálni. Beszélj kicsit az egységről, a csapatról. Csapat? Hát 24 órára össze vagyunk zárva, szinte mindenki ismeri már másikat. Nem azt mondom, hogy nincsenek kisebb viták, de hogyha kimegyünk Káresethez, ott ez mind félre van rakva, és ott azért összekovácsolódunk rendesen. Főleg ilyen nagyobb, például erdőtűz, cseresznyésből például össze tudja kovácsolni a csapatot nagyon. Hát ott nincs párban. Ja, nincs. És akkor visszajövünk, akkor fáradtan, akkor még elrendezzük a szert, kitisztítjuk, lemossuk, mindent a helyére pakolunk, és igen.
itt lehet mondani, hogy azért itt, ez nem csak egy munkahely, hanem itt azért barátságok is köttetnek? Jó, persze. Igen, barátságok, hát majdnem, hogy egy életre szóló barátságok köttetnek. Már például, aki innen elment, akár nyugdíjas, akár másik munkahelyre, még a mai napig tartjuk velük a kapcsolatot. És ha talán van csoportbuli, akkor őket is meghívjuk. Kinek ajánlod ezt a hivatást? Hát, akit érdekel, hát nem tudom, hogy kinek ajánlanám most így hirtelen. Érdekel, meg kell próbálni. És ha bírja, szereti csinálni, akkor csinálja, nem, akkor úgyis elmegy. Kell egy picit adrenalin függőnek lenni ehhez a szakmához? Kell, szerintem kell, igen. Kell, mert az adrenalin az otthon. Minden riasztásnál is, mert hiába hogy meg a riasztási lap, hogy mi történt, azért az nem biztos, hogy mindig úgy van konkrétan. Mert a bejelentő is izgalmába mondhat butaságokat például. Szoktatok esetleg ilyen belső versenyeket rendezni, hogy ki öltözik fel előbb egy riasztás alkalmával, vagy ha riasztás van, akkor kikapcsoltok abszolút? Nem, ha riasztás van, akkor csak arra gondolunk, hogy mi történt, és hogy hova megyünk. És akkor már pedig a fejünkben, hogy akkor ezt így kéne megcsinálni, ezt úgy kéne megcsinálni, de mindig, amikor kiérünk és látjuk, akkor dől el pontosan. De addig van izgalom, igen. Volt valami extra az elmúlt 10 évedben, amióta itt vagy? Extra? Hát voltak káresetek. Legemlékezetesebb, nekem például, hát nem azt mondom, hogy legemlékezetesebb, de nagyon emlékezetes, az, hogy elmentünk reggel vezetési gyakorlatra, nem azt mondom, akkor és akkor 7:30-kor elriasztottak minket cseresznyésbe. Égett itt-ott. Eloltottuk. Visszajöttünk, ebédeltünk, és akkor megint elriasztottak minket. Mert azért hiába oltottuk el, ugye nagy terület, és visszagyulladt. És akkor ment az egyes is. Utána jött Szekszárd, jött Solti őrs, jött Újváros, és akkor reggel 8:30-tól kint dolgoztunk, 9-ig, 10-ig. Utána még bejöttünk, lepucoltuk a szert, és akkor pihi. De elfáradtunk nagyon, az tény is való. Meg ott mindenki elfáradt. Lehet bírni ezt a 24 órát? Igen, ki lehet bírni. Mi volt a legtöbb riasztás, emlékszel ilyenre? Egy nap. Hát most így nem tudom, mennyi volt, 4, 5 is, de így konkrét számot nem tudok most mondani. Meddig fogod csinálni, meddig akarod még csinálni? Hát, szeretném nyugdíj, inkább úgy mondanám. Szeretném, és akkor majd amit az élet hoz. Akkor ez neked egy ilyen szerelem szakma? Tehát igen, ez mindenféleképpen. Meg vagy állapodva? Ez mindenféleképpen szerelem szakma, igen. Ha még bírom, addig csinálom, vagy esetleg nem történik az életemben olyan, ami miatt fel kéne adnom ezt a hivatást. Ebből az egészből, ahogy ezt elmesélted, ez egy nagyon nehéz, felelősségteljes, tele adrenalinnal, viszont nagyon érdekes hivatás, foglalkozás. Igen, teljes mértékben. Megmutassam az autóm? Mindenki. Ez is egy vonulószer? Igen, ez is egy vonulószer. Most jelen pillanatban tartalék. Szóval, ha nem találtam műszaki hibás lenne valamelyik gékerműfecskendőnk, akkor ez áll be a helyébe. Mesélj róla. Ez egy 15-28-as Ategu Mercedes Rosenbauer gépjárműfecskendő. 4000 liter vizet szállít, 400 liter habképzőanyagot, egy NH30-as szivattyú van benne, ami 10 báron tud 2400 liter per percet. Ahol te ülsz, ott fúrhat a szerparancsnok, szolgálparancsnok attól függ, hogy egyes, kettes. Itt ugye a gépjárművezető, és akkor hátul pedig a beosztottak. Vezetni inkább odafigyelést igényel, vagy odafigyelést igényel. Azért mégiscsak víz van benne, hiába van benne hullámtörő, az élőcsök benne.
nem teljesen központosan van főmálházó, hiába igyekszünk, nem lehet, mert egyik szerszám kisebb súlyú, másik az nehezebb. Ezért ez nagy felelősség. Igen, nagy felelősség, ugyebár az emberek is, akiket viszel, meg időbe kiérni, és balesetmentesen, hogy tudjunk menteni. Nehéz az utakon lavírozni az emberek között? Igen, nehéz. Igen. Valaki tudja, hogy mit kell csinálni, de például sokan nem tudják, megijednek. Megijednek, és akkor megállnak, besatúznak. Én meg nem tudok elmenni például, mert szembe meg jönnek, hiába húzódik le. Nem félek el, mert ő pont úgy járt meg. Igen, szóval figyelni kell az emulás közben az emberekre is. Mit üzensz nekik, mi a teendő ilyenkor? Ne ijedjenek meg, hanem hogyha nem tudnak félrehúzódni, akkor is. Nem kell szabályszegni, de menjenek egy 90-nel, akár lakott területen kívül például, és majd, hogyha lehetőségük lesz rá, akkor majd én kikerülöm őket, vagy épp hogyha segít, lehúzódik kicsit, akkor elmegyek mellett. De nem kell megijedni. A legfontosabb kérdés, hol a sziréna? Itt van a sziréna vezérlő. Most nincs. Gyújtás. I'm gonna go down swinging. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down.